Megyei prímadíjat nyert a Tatabányai Jászai Mari Színház Népház. Ezzel kapcsolatban beszélgetek az intézmény igazgatójával, Crespo Rodrigóval. Gratulálok az elismeréshez. Mit jelent számotokra ez a rangos díj? Hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk. Ebben az évadban ünnepeljük a 25. fennállását a színháznak, és a 10. megyei prímadíj kiosztó gálán a színház, film és táncművészet kategóriában nyert el a megyei prímadíjat. Én azt mondtam, amikor átvettem a díjat, hogy ugye 25 év alatt rengeteg színész megfordult itt, és ők álltak mindig a reflektorfényben. Most is én nyilatkozom, mint a színház vezetője, de ez a díj nem csak azoknak szól, akik kinn állnak a reflektorfényben, hanem főleg és inkább azoknak, akik a háttérben dolgoznak, és végzik a munkájukat anélkül, hogy ilyen irányú megbecsülést kapnának, tapsot, és ez az ő munkájukat is megköszöni és elismeri azt az áldozatos és komoly professzionális munkát, amit végeznek itt évről évre, estéről estére. A munka pedig továbbra is zajlik itt a Tatabányai Színházban, ennek egyik gyümölcsét. Önök is láthatják majd november 29-én, akkor mutatják be ugyanis a következő darabot, Shakespeare, Vízkereszt vagy, amit akartok című vígjátékát.